Na, hát egy újabb pont. Villa Karemberg. Na hát, 1888-ban építették fel, és hogy néz ki? Hát így. Egy impozáns, most nem tudom ugye, hogy magánterülete, vagy magánlakás, hogyha így belenézek, de egy gyönyörű. Ó, hát egy megír egy kis éleskelődést már az ajtó. Hogy hogy néz ki? Nem tudom, mennyire adja vissza. Gyönyörű, szép. Szerintem magánterület most már. Úgyhogy nem mindenübe lehet bemenni, csak úgy. És ezért nem nagyon akarok pofátlankodni, mert nehogy kivessenek valahonnan. De megláttam az utcédén, és ezzel is egy kicsivel boldogabbak és szokosabbak vagyunk. Ugye a kajával, most igazán vettem egy eprés tejet, és a kajával ugye akartam mondani nektek, hogy én viszem magammal a kaját, de hogy viszem, nem szeretem cipekedni, örökké csak nyűg, minden nyűg, úgy lesz, szeretem szűkíteni magamot, hogy ne legyen ilyen problémám. És hát igen, éppen ezért úgy szeretem, hogy szabad legyen a kezem, ugye, mert másodok filmezek, most is a kezemben van a löty, és így nem a legvagányabb, hogy magaddal vigyed, mert ha valamit meglátok, gyorsan akarom fotózni, filmezni, akkor csak zavar, úgymond. Na, nem tudom, hogy hol vagyok, de az biztos, hogy nagyon jó hely, és itt vagyok, úgymond az autópálya. Egyébként tudom, itt merre kellene mennem, kocsival, de mivel vonattal vagyok, meg buszval, nem tudom. Nézzétek meg, milyen szép helyek vannak itten. József katolikus temploma, Szent Józsefé. Na, hogyha ugye szeretitek a templomokat, meg a templomjárásokat, akkor el lehet ide jönni. De ez engem nem nagyon boldogít. Engem sokkal jobban boldogítanak ezek a régi fogadók, házak. Ugye ez is egy ilyen fogadó. Hát persze most ugye általán olaszra alakítva, tehát már nem olyan, amilyen volt régen. Lehet egy olasz pizzázóban, de nem baj. A lényeg az, hogy itt vagyunk. És ezek az érdekesek, lássátok. Ezek a régi tipikus házak, ami megmaradt még a régi formájában. Na, ezeket teljesen élvezem. Most le kell tegyem, mert meg kell nézzem megint a térképen, hogy merre kell menjek arra, hogy visszakerüljek a vonatra, mert vonattal kellene tovább mennem. Addig is puszi felhő. Sétáljunk itt a... Ú, de mesés, nem mesés? Nézzétek meg, kis házikok. Na, szerusztok, kövessétek a Big Ficet, nyomjatok egy lájkot, egy feliratkozás gombot, egy csengőt, harangot és egy hozzászólást is. Sziasztok!